közel 9 órás testületi ülést zártak Mátészalkán a képviselők. A 25 napi rendi pont között a város cégeinek 2022-es beszámolóját, valamint azok fejlesztési terveit is egyhangulag elfogadták a városvezetők. Ezek mellett jóváhagyták a település előző évi mérlegét. A 21. században olyan erőpróbák zajlanak, olyan hatások érik nem csak Mátészalkváros képviselőtestületét, hanem gyakorlatilag az egész várost, illetve a magyar közösséget, a magyar nemzet tagjait, ami erre korábban nem volt példa. Az, hogy 2022. december 31-én mégis közel 3,5 milliárd forintnyi, főleg pályázati, illetve egyéb forrásból származó összeggel fordultunk, ennyit tudtunk a következő évre áthozni, jelezte azt, hogy megfontoltan gazdálkodik a képviselőtestület, és így lehet sikeres tulajdonképpen a 2023-as év is. Az utolsó napirendi pontban egy közelgő nagyszabású rendezvényről adott tájékoztatást a testület. Június 10-én a Richter Egészségváros című programsorozatot rendezik meg a Szatmár központjában. A Szalkai László téren 9 órától 17 óráig többek között ingyenes szűréseken, tanácsadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Az országos rendezvénysorozatot szervező cég 3,5 millió forinttal adományalapot hozott létre a Mátészalkai Kórház számára. Az összeghez a részvétellel további adománypontokat gyűjthet a lakosság, melyet a cég vált be majd forintra. Ezzel hozzájárulhat mindenki a Mátészalkai Kórház adományának növeléséhez, hiszen a Mátészalkai Kórház az így befolyt adományokból egy ultrahang készüléket szeretne vásárolni. Mindenki, aki belép már erre a szűrésre, a szűrés területére, ahogy mondták a Richter képviselő, aki már a babakocsiból ki tud szállni, már 1500 forintot jelent az alapadomány növeléséhez. Pontokat lehet gyűjteni, és ezeket a pontokat váltják be értékes adománypontokra. Tehát a társadalmi felelősségvállalásunkat is kipipálhatjuk. Ezek mellett azon túl, hogy az egészségünkért is nagyon-nagyon sokat tehetünk. Az is elhangzott, aki nem tud részt venni a Mátészalka központjában tartott Egészségváros című rendezvényen, az online az esemény lájkolásával is adománypontot gyűjthet a kórház számára, melyet szintén a szervező cég forintosít majd.